Sziasztok! Nagyon-nagyon nagy örömmel köszöntök mindenkit! Te Dezső vagyok. Most egy bemutató videóval szeretnék nektek kedveskedni, miközben egy 160-as méretarányú Velik kis autót szeretnék bemutatni. Ez nem más, mint az első generációs Audi A4-es. Szerintem ezt az autót nagyon sokan ismeritek, de majd beszélni fogok az autónak a történetéről. Ezt a kocsit egyébként 2019 áprilisában vásároltam meg. Úgyhogy igazából nem is hozzám tovább a szót, kezdjünk is bele a videó bemutatásába, vagy inkább az autó bemutatásába helyesen mondván. Na, hát most próbálunk meg felvenni ötödjére ezt a videót, hát csak sikerülni fog. Nos, hát itt is látható az autó, szerintem az Audi A4-est mindannyian jól ismeritek. Ez a típus 1994 óta van gyártásban, és hát mármint nem ez az autó, amit a kezemben tartok, hanem azért történtek generációváltások. A legújabb generáció az 2016-ban jelent meg, és jelenleg is az ötödik generáció van gyártásban, tehát ugye a 2016-os változat. Hát meg ugye alapból is ez egy nagyon népszerű prémium kategóriás gépjármű, illetve a használt változatok is. Hát amit a kezemben tartok az első generációs változatnak, sajnos hát de úgy szóval nem éppen a legjobb a megítélése, mert hát, és ez nem is az autónak a hibája, hanem egyes felhasználóinak a hibája, nagyon sok a rossz állapotú lerobbant példányomja az utcákon járkál, pedig ez egy egészen jó kis autó, és akkor beszéljünk egy picikét, akkor az első generációs már, ez az első generációs változat. 1994. októberében jelent meg ez az autó típus, a 80-as váltotta, és ezáltal elindult egy új séma, ugyanis ezzel indult meg az A4-es elnevezés ezzel az autótípussal kapcsolatban. Kezdetben csak ez a szedán kategória létezett, tehát egy éve később, 95-ben megjelent a kombi kivitel. Ez a gépjármű a Volkswagen Consent B padló lemezére épült, pont ugyanúgy, mint a Passat és hát a Passat-hoz hasonlóan az Orbán elhelyezett motor hosszirányban van beépítve, és első, illetve összkeréknek hajtással lehetett ezeket a kocsikat megrendelni. Amíg ez az autó gyártásban volt, a vásárlók eléggé nagy motorválasztékkal találták magukat szembe, le az 1.6-os benzinestől a 2.8-as át egészen a kiválónak számító 1.9-es TDI motorig, mint például az 1.9-es TDI motort, azt már beépítették a Volkswagen New Bitülőkbe, amiről tegnap készítettem videót, akit érdekel, az nézze meg nyugodtan. Na de most foglalkozunk az Audi A4-essel. Ez volt az első autó, amiben megjelent az 1.8-as turbomotor, amit eleinte az Audi a Super Curing versenyautójában használt, na de félreértés nem egy az egyben azt a motort kapta meg, hát úgymond utcaivá tették, 150 lóerős teljesítménnyel rendelkezett is, 210 Nm-es nyomatékkal, ez egy ötszelepes technológia volt, és igazából 96-ban kezdték el nagyon bevezetni ezt a technológiát ennél az autó típusnál. Továbbá szintén 96-ban megjelent az újabb, újfajta váltó, amit Tiptroniknak ismerünk. Ezt a váltótípust a Porsche 964-nek a váltója is lett -e gyakorlatilag. Ráadásul ez a váltó képes volt üzemelni fél üzemmódban, ami annyit jelentett, hogy kézzel kapcsolgattad a fokozatokat a gépkocsiban, anélkül, hogy használtad volna a kuplungot. 1997-ben történt egy változtatás a gépkocsin, hát ugye egyrészt jött a facelift, tehát az újabb fajta lökhárító, illetve új fényszórók és hátsó lámpák, ha jól sejtem, ez még az 1997 előtti változat, vagy hát nem tudom most pontosan, hogy ez most melyik, nem jut eszembe. Hát, hogy nincsen így kidolgozva, hát ez így fantasztikus, de azt hiszem ez a 97 előtti változat, mert az, azt mondom, itt el van választva, ugyebár, és a régi az úgy volt. Na de mindegy, a lényeg az, hogy eljött a, modell, a modell frissítés és 98 elején lehetett Európában megvásárolni a modelfrissített hmm. verziót, ö, és ekkor történt az, hogy a 2.4-es V6-os megjelent, a, a, ami leváltotta a 2.6-os benzines motort, de talán a dízelek terén történt egy hatalmas nagy változtatás, ugyanis ekkor megjelent a 2.5-ös V6 TDI motor, és az 1.9 TDI-nek a 110 lóerős verziója. Szintén ekkoriban jelent meg a egyes autókhoz a 6 fokozatú kéziváltó, illetve az Audihoz méltó quattro összkerék meghajtás <kül> elnézést. Továbbá szintén ebben az időszakban jelent meg az S4-es változat, ami igazából az S2-nek volt a, az utódja, mondhatjuk, ha bár azt a 80-as években fejlesztették ki, hát ez az Audi A4-esnek a sportváltozata az S4, egy 2.7-es V6 biturbó motort kapott 265 lóerős teljesítménnyel, ugyanezt a motort felhasználták a, az RS4 Avantnál, ami 1999-ben jelent meg, csak is kombi korszériával lehetett azt kapni, az az RS2 utódja volt. De továbbá, amit felhasználtak az RS4 Avantban, az már egy 380-való erős változat volt. Fantasztikus, milyen sörnyeteget tudnak ebből kihozni. És még érdekességét hozzátenném, hogy 1998 közepén Európán kívül is megjelent az 1.8-as turbó motor, de már 170 lóerős változattal. És végül, ahogy ezek után nem is történtek különösebb változtatások a gépkocsin, 2000-ben jelent meg a második generáció is, és ennek az autónak a gyártását 2001-ben szüntették meg. Hát ugye manapság ilyen autó rengeteget látunk, főleg viszonylag új rendszámmal, tehát mondjuk M, N, P, esetleg R vagy S rendszámokkal, is hát mondom, sajnos eléggé sok van a leromlott műszaki alapotú autó közül, de ez igazából ez már nem a gépkocsinak a hibája. Na, igazából ennyi, nézzük meg akkor ezt az autótípust. Én ezt a, te, a Tesco-ban vettem 730 forintért, de a pepco is sok ilyet láttam 430 forintért, úgyhogy nézzük is meg ezt az autót. Szerintem maga a hűtőre az egészen vállalhatóan néz ki. A fényszórók is azt mondom, hogy teljes mértékben rendben vannak, ha bár itt egy picit el van csúszva a festék itt a jobb lámpánál. Maga a lökhárító az egészen oké, okay, és szerintem teljes mértékben vállalhatónak tartom, meg maga a szín is szerintem nagyon jó passzol ez az autóhoz. Ezek a kerekek ugye tipikus velli kerekek, ezek a hat külős krómozott féle kerekek. Ezek a féklámpák egészen egyszerűek, de szerintem teljes mértékben elfogadhatóak, ahogy a típusjelzés is, meg az embléma is ugye A4-es és az 1.8-as turbo, hát ugye ez az egyik legnépszerűbb változat, hogy a 150 lóerős motorról van szó, ami hát egészen jó mozgatja az autót, hát a Váci úton előszeretettel szágoldoznak egyes fiatal emberkék ezek, ezekkel a fajta autókkal, és hát megtankolják szigorúan 2000 forintért. Na mindegy, ez most teljesen mellékes, mi most ezzel az autóval fogunk foglalkozni, Hát ugye a benzintank töltő nyírás, teljesen rendben van, meg a kilincsek is. Hát a tükrök is abszolút egyszerűek. Hát ugye mivel kicsik az ablakok, nem nagyon tudunk benézni a betérbe, de azért megkíséreljük. Maguk az ülések egészen okésak. A váltókar a szerencsére már az egy fokkal normálisabb, mint a többi autónál, sőt akár én szépnek is mondhatnám esetleg a többihez képest, de még mindig ilyen nagyon kis tömzsi valami, de azért már láttátok, hogy egy egyes autókon milyen a váltókar, és hogy azon én, hogy azt nem szoktátok látni, de én azon eléggé szépen felszoktam vonni a szemüldökömet, amikor azt meglátom. Maga a kormánykerék is egészen okésnak tűnik, már hogyha a telefon rá akarna fókuszálni. Hát a maga a műszer tehát az egyszerű, tehát nem sok minden dolgoztak ki rajta. Hát az alváz, Hát, oké, van egy kipufogó, meg ilyen domborítás, meg a pótker, pótkerék tartés, hát ennyi át. Nem ez a legrészletesebb autó, amit én valaha kezembe vettem. Itt ugye kapunk egy típus, ez is mondjuk én annak örültem volna, hogy vagy egy évi írnak hozzá, vagy esetleg egy generációt. Itt van írva, hogy velim meg készült a szóval. Én azt gondolom, hogy egészen vállalható van, van kidolgozva, de nem, de nem től fogok én hasra esni a szép kidolgozás miatt. De azért nézzük meg egy gurulást, mert elvégre ez egy játék autó. Teljesen oké, és tehát én abszolút nem tartom rossznak ennek az autónak a gurulását. Tehát abszolút rendben van a az autónak a gurulása. Hát én azt tudom mondani, hogy igazából tudom nektek ajánlani valamest ezt az autót, mert Velihez képest én azt gondolom, hogy teljes mértékben oké, okay, és rendben van. Nyilván, ahogy a videóban láthattátok, ne számítsatok olyan hűden nagy részletességre, de aki szereti az autikat, az annak nyugodtan tudom ajánlani igazából, meg játékautóként kiválóan megállja a helyét. Hát ennyi lett volna már ez a videó, én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek. Ha ez a videó tetszett, akkor ezt kérlek lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, kapcsoljatok be az értesítést, és megnézzétek meg a többi videót. Ha ez ne adja Isten nem tetszett, mondjuk ezt nem illik mondani, hogy ne adja Isten, ha nem tetszik, akkor nyugodtan dislike diszlájkolni is megint a videóval kapcsolatos kritikát. Én Dezső voltam a legközebbi videóban, remélem, hogy találkozunk, addig is jó kégyetek, sziasztok, és további szép napot kívánok!